Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Nyár van, ősz van, mennyire fontos, hogy gondolkodjunk arról, hogy hogyan is táplálkozunk most, hogyan is fogunk táplálkozni télen egészségesen. Ennek az órának azt a címet adtam: Az ízek legfontosabb funkciója. Szeretjük-e, jól esik az, amit eszünk, tudjuk-e, és tudják-e mások befolyásolni a mi ízvilágunkat? Szeretném elmondani, hogy sok-sok évtizede ezelőtt egy nyári szabadságomat Jugoszláviába töltöttem, és hazatértem kor, míg a szülőfalumban kis veget a dobozkákkal ajándékoztam meg a kollega nőimet, a kollégáimat. Megszól az élelmiszeripari előadó, mikor ezt látja, Áfész irodában dolgoztam, hogy te ezt eszed. És mondtam, hogy nem. Én ezt csak nektek hoztam ajándékba, soha életemben nem használtam. De rákérdeztem, hogy de miért? Azért, mert két dolog van benne, amit te, mint vegetáriánus úgy gondolom nem eszel, a glutamát és a csontliszt. Ez csak a kezdete volt a megfigyeléseimnek, ugye több mint 40 éve, de megfigyeltem, hogy nagyon finom zöldséglevest lehet főzni mindenféle zöldségből. Én nem használok ugyan, de más helyen, vegetárius helyen ettem olyan ételt, amiben vegetát tettek, és tényleg egy utánozhatatlan ízt ad, amit én se karfőr, se és se sárgaripával nem tudok utazni. Amikor ez az ízérzés kéri a következő hasonló vagy erősebb ízt, akkor kezdődik a lassú, de biztos folyamata az egészséges ízérzetünknek eldeformálásának. Ezt követi a folytatás, az erősebb ízek megkedvelése teljesen észrevétlenül. Kinek jutna eszébe, hogy ez a folyamat mennyire lehet a természet ellenes ízjavítók fogyasztásának a következménye? És mi a következménye? A betegség és a fájdalom. Miért? Mert ha egészségtelenül táplálkozunk, abból csak egészségtelen vér amitől senki nem lesz erős. Sok-sok évvel ezelőtt megvettem ezt a könyvet. A leves hazudik a könyvnek a címe, de ha megnézzük, az alcím pedig arról szól, hogy az ételek szép új világa. Azt folytatja a 11. oldalon, hogy a leves hazudik, de a pékmester kenyeresen mindig teljesen őszinte, a zsemlék sem, sőt, még a sütemények is vihánkok. Majd ugyanezen oldalon alul szinte ledöbbentem, amikor a következőt lehet olvasni. Az ízváltozásokhoz gyakran elképzelhetetlenül kicsi mennyiségek elegendők. A kettő acitil, az egy pirolin, amely a kenyérhéj ízéért felel, már 70 millió nyigram mennyiségben is elegendő. Vagy, folytatja, a mentheintolból ugyanakkor egy literben már 0,2 milliárdnyi gram képes a friss grapefruitlé ízének benyomását kell kelteni. Az eper olyan gyümölcsöt utánoz, amely ott sincs, mégis körülveszi magát valamiféle fólattal, amely a természetben megvolt. A Harman Reimann-nél a fűrészportból eperaromát állítanak elő. A pontos eljárás természetesen titkos. Majd így folytatja. Veszünk egy kis fűrészport, pontosabban Ausztrál fűrészport elkeverjük alkohollal, vízzel és néhány egyéb összetevővel, zárójelben, titkos, titkos, mindezt egy kicsit főzni kell, folytatja a fenti cég művésze, és hamarosan kellemes természetes eper aromát kapunk. Kicsit megváltoztatott receptúrával a mutált fűrészpor málna aromaként is szolgálhat, képes azonban akár a kakaóra, a csokoládéra vagy a vaníliára is megtévesztően hasonlítani. El kéne gondolkozni, miből is van az a kakaó? Vagy az a csokoládé? Az imitált élelmiszerek e fajtájának olyan élelmiszerekből kell állnia, amelynek semmilyen tápértékkel nem rendelkeznek, kizárólag az evés élvezetét teszik korlátlanul lehetővé. A szintetikus ízek függetlenítik az élelmiszereket a testben természetes funkciójuktól, minden következmény nélkül lecsúszannak, és mégis hátrahagynak egy leheletnyi benyomást, az aromát. Ételeink pedig végre függetlenednek a természetes alapanyagoktól. 600 különböző ízanyag gondoskodik a valódi tyúk ízről. A minden uraknak ezekből az anyagokból 12 is elég ez sült típusú tyúk aroma előállításához. Az ízmarketing eszközé vált bár úgy tűnik az eddigi mennyiségek már nem tudják a fogyasztókat kielégíteni. Egyre többet akarnak belőlük. A fogyasztó egyértelmű, rendkívül erőteljes íz élményt akar, Véli a Knorcég fejlesztési igazgatója. A fiataloknak húszszor olyan erős ízekre van szükségük az íz felismeréséhez, mint tíz évvel ezelőtt, írja a tanulmány. Tíz közül hat gyermek a márka kiválasztásánál sikerrel érvényesíti akaratát, így beszervezve degradálva a nyucit. Főleg az édeségeknél, italoknál és joghurtoknál, illetve a mélyhűtött pízáknál döntő a szabadati jog. A Miki együtt a hirdetésekkel is meglehetősen korán találkoznak a gyerekek. A gyermekek körében kedvelt üdítő italok, mint a kóla és társai, kálcium rablók, a csontszövet rovására. A szaklap szerint a nyilvánosára került csonthitkolás legívjabb áldozata egy 11 éves gyermek, aki főleg coca és péksüteményen élt. A következmény már a legcsekélyebb ütésre is bekövetkező csonttörések. Nézzük meg, mit ír ez a könyv a hiperaktív gyerekekkel kapcsolatban. Egger doktor Londonban hat évig dolgozott orvosként elsősorban migrénes gyermekeket és hiperaktív kis ördögöket kezelt. Kis betegeit egy agyafurt diétával etette, amelyből hiányzott az acskós leves és a dobozós raboli, a hamburger és a kész joghurtok. A közismerten allergiát kiváltó anyagok, mint a szója, tehinte és a hal is törölve lettek az étlapról. A 72 hiperaktív gyermek közül 62 magatartása egyértelműen javult a vizsgán. Egy 88 gyermeket magában foglaló migrénes csoportnál a panaszok a gyermekek 93%-ánál eltűntek. Megdöbbentő módon ezzel egy időben egyéb bajaik, mint az aszma vagy a viszkető eccemák is megszűntek. Ugye? Miből képződik a vér, amit sokszor hallottak már tőlem, amit eszünk? amit elfogyasztunk? Miért nem voltak hiperaktív gyerekek a mi időnkben? A bűnös élelmiszerek felderítése érdekében ezeket a kis pácienseket a hetes diéta után ismét a fogyasztott, megszokott élelmiszerek kapták. Egyiket a másik után. A családoknak a legapróbb részleteket is leíró feljegyzés kellett mindenről vezetniük. Az eredmény szerint az élelmiszerekhez utólagosan hozzáadott anyagok, mint a színező és tartósító szerek legalább olyan jelentős betegség kiváltó hatással rendelkeznek, mint a természetes anyagok, így a szója, a tehéntej, a magyaró, a hal és a tojás. Fejfájás, kiütés, nyelési nehézségek, légzési problémák a korábbi feltételezéseknél sokkal gyakrabban vedethetők vissza az élelmiszerekben található modern alapanyagokra. Az íz nem csak ízlés világa, hanem üzenet. Az ízeknek értelmük van. Jelzik a szervezet számára, hogy a bekerült ételek miből is állnak. Az ízek legfontosabb funkciója a táplálék ellenőrzése. Mivel pedig az e fajta figyelmeztetések életfontosságúak lehetnek, úgy születtünk, hogy ezeket a jeleket fogni tudjuk az íz és a szagérzés legelső képességeink egyike. Valószínűleg még a születés előtt kifejlődik, olyannyira, hogy a csesemű az anyát az órával is felismeri, és a felkínált tejet visszautasítja, ha mondjuk az túl sok alkohol tartalmaz. A csecsemő a tejjel együtt egyéb ízeket is megtapasztal. Már az anya tejel együtt az ízek gazdag világát éli át. A csecsemő ételekből ez az ízgazdaság hiányzik, a gyerekek nap mint nap ugyanazokkal az ízekkel találkoznak. Az ízek a gazdagságának megtapasztalása így elmarad. Azok a csecsemők, akiket az új tápszerrel etettek, öklendezni, illetve hányni kezdtek. Némelyiknél gyengeség vagy hasályásból tapasztalható. A csecsemők már a kezdet kezdetén meg tudják különböztetni egymástól, az ízek alapvető üzeneteit. Az édes, a savanyú és a keserű felismerésével jönnek a világra. A sós íz pedig az első hónapokban fejlődik ki. Egy bizonyos élelmiszerrel vagy a kapcsolatban a gyermekek értékbecslése manipulálható azáltal, hogy egy mesét kapcsolnak össze velük. Írja az EHA gyermektanulmány. Nem csak a reklámozó termékek hirdetései mesélnek meséket hanem az élelmiszerek maguk is illúzióképpen az eperről, ahol nincs is eper, vagy egy képzetet a marhákról, amelynek nyomuk sincs. Ezek helyett csak aromák vannak, vagy a ribotide. Például ez egy ízerősítő a japán taked a cégtől. A ribotide lehetővé teszi, hogy egy levesnek markánsabb legyen az íze, miközben a hús kivonat teljes mennyisége ribotidéval helyettesítődik. De mit gondol mindenről az emberi szervezet? A szervezet a marha húsra vágyik, éhes, már látja a gőzögő levest, telve van örömmel és várakozással, és ki így kiált fel. Milyen gyönyörűség, ha az embernek jó étvágya van, amikor bizonyos benne, hogy feleséges lakomában lesz része. És akkor jön a ribotide. Mit kezd az ínyenceg gyomra a ribotidével? Semmit. A készülék üresen jár. Ha az íz anyagok marhahús jeleznek, az agy értesítés kap, az emésztőhormonok aktiválódnak, amelyek az egész rendszert felkészítik a marha feldolgozására. És most minden üresen fut. A szervezet beled csapva. Ez fiziológiailag hiányállapot, és a következmény pedig a farkas égség. Reflexszerű reakció erre a továbbbevés és az újbóli étkezés. Most értem meg, hogy miért tudnak az emberek ötször 6 -szor enni. Mert én a saját táplálékomból kétszer eszem, általában egy nap, esetleg háromszor. Az íz tehát irítálja a szervezetet. Hiszen csak esztétikai pillanat, eladási trükk, amely kellemes életérzés sugároz. És az íz élvezőjét teniszbajnokok és úszócsillagok társaságában reklámozzák. Ám mit tesznek? Komplikációkat okoznak az emésztőrendszerben, csak azért, mert néhány hazug üzenetet közvetítettek. A szervezet nyilvánvalóan mégis csak túlszárnyalja a laboratóriumok és egyetemek technológusainak horizontját, és nem hagyja, hogy a műételek átverjék. A gyermekek és a tinédzserek egyharmada túl kevés vitamint és túl kevés ásványi sót fogyaszt. Fölhoznak például egy Anita nevű kislányt, aki elsősorban nutellán, tejberizsen, diétás kenyéren, instant kakaon és rágógumin élt. Természetesen, hogy betegen. Gyermekeink ilyen táplálkozása a betegségek és az elsatnyulás alapköveit fektetik le, fakad ki egy úr. Ha a test természetes funkciói ki vannak kapcsolva, ha az íz nem szabályozza az étvágyat és jólakottságot, akkor egyszerűen tovább esznek. És ekkor jelentkezik az az elképesztő civilizációs jelenség, hogy egyesek egyszerre túlsúlyosak, és mégis alultápláltak. 97. oldalon ez van írva: még a szegény parasság is jobban volt ellátva tápanyagokkal a középkorban, mint a jóléti társadalmunk számos gyermeke. Az ízek modulálásáról olvashatunk tovább, mert úgynevezett Sklarelude kemikáliával érik el. Nagyon érdekes. Ezáltal az édes íz modulálható. A kellemetlen utóíz helyett friss, teljes íz jelenik meg. És ami vicces a dologban, a szabadalmaztatott vegyszernek egyáltalán nincsen íze. Mindenféle édeset fel tud javítani, így csokoládét, pudingot, süteményt, fagylaltot, még a csemege is. De a szabadalmi leírás szerint a keserű mellékizeket a kutyaeledelben, a sósútban, a perezben, a levesben vagy a műsajtban is el tudja tüntetni. A fokrémek és a szájvizek ízén is összevethetően tud javítani. És tovább felteszi a kérdést. Csokoládé, kutyaeledel, szájvíz? Van-e még itt összefüggés? Létezik-e olyan hagyományos alkotorész, amely borokban, fokrében, állateledelben és perezben egy előfordul? Alig. Az ízek új világában a dologok az ételek elvesztették helyüket, eltulódtak a határok. Az édes élet mérnökök és szabadalmi jogászok karmai közé került. Bár az élet esetleg még édes, de egyáltalán nem mulatságos. Az édes pedig csak puszta illúzió minden alap nélkül. Semmi tápanyag, semmi energia, csak vegyszerek a kalóriák helyett. Az új édesnek semmi helye a szervezetben, a szervezet nem tud vele mit kezdeni. Ha ezt vegyégyár prospektusa szerint, ugyanabban a formában rendkívül gyorsan elhagyja a szervezetet. Tehát teljesen felesleges, illetve luxus, tiszta luxus. A három éves kislánynak mindig vigyázni kellett, egy példa szerint, ugyanis hal allergiában szenvedett. Mikor egy citromos kekszet kezdett el a gyermek rácsálni, a szülők nem aggódtak. Azonban nyálka hártyái másodperceken belül megduzadtak, és néhány percen belül kiütések borították el a testét. Rögtön orvoshoz vitték, aki azonnal allergia tesztekbe kezdett. Az eredmény nem volt kétséges. A kiütések és a duzanat halra adott allergiás reakció volt. Mivel a kislány nem evett semmiféle halat, csak a kekszet, az orvos megkérte a gyártóktól az összetevők listáját. Ekkor világosá vált az eset, mert hal nem volt ugyan a készítményben, de a teljes tojás igen, a tyúkokat pedig hal etették. Úgy tűnik, Ételeink szép új világa, kisé kusza. Ezt írták a végére. Hát én úgy érzem, hogy ezt a könyvet mindenkinek el kéne olvasnia, és azután, ha igazán értékelje a jóisten által adott egészségét, testét, szervezetét, akkor tiszteletben fogja tartani ezt a szervezetet, és nem üres dolgokkal fogja táplálni hanem egészséges, természetes alapanyagokkal. Ezért is próbálnám ebben az órában felhívni a kedves édesanyák figyelmét, hogy mennyire rajtuk múlik, hogy gyermekeiknek egészséges ízvilágok, ízérzéseik olyan maradhasson, ami ennek születtek. Tehát természetes táplálás a szobtatás, utána pedig a természetes anyagokból készített egészséges táplálékok. Ha egyszer rászoktatták erre az erős ízvilágra, nehéz lesz visszaszoktatni őket. Mikor a kisgyermeknek anyukája arról panaszkodik nekem, hogy a gyermeke nem akarja meginni az otthon kicentrifugált narancslevet, vagy almalevet, vagy bármit, csak az üzletben kaphatókat, akkor mindig rákérdezek, ki szoktatta rá arra? Mennyire fontos, hogy gyermekét ilyen irányba tudja nevelni, már pici kortól kezdve, hogy csak is egészségese, otthon elkészített ételeket lehet táplálkozni, de ennek az okát el is kell neki magyaráznia, és én hiszem, hogy meg is fogja érteni. Gondoljanak bele, hogy én soha életemben nem ettem húst, iskolába jártam, emberek között éltem, és soha nem kívántam meg a kolbász, vagy akármit, semmit. Soha eszembe sem volt mert édesanyám szakított rá időhöz, elmondja, hogy mit miért nem fogyasztunk, vagy mit miért hogy teszünk. Tehát milyen fontos feladata van a szülőknek nyáron, ha télen is egészségesen akarják táplálni gyermekeiket. Hiszem, hogy már májustól egész novemberig sokkal könnyebb előkészíteni a téli táplálékot, mint majd télen. A gyümölcsök, a zöldségek télire való eltevése a gyógynövények gyűjtése, bár igen sok időt elvehetnek tőlünk nyáron, de megéri. Ha minden héten szánnának rá egy-egy estét, amikor előkészítik az anyagokat a befőzésre, és másnap este eltennék, akkor is már Tilire tele lenne az éléskamrájuk. Aki szereti a családját, és emellett szereti a konyhát, már előre arra gondolhat, hogy milyen jó lesz télen, csak levenni a polcról reggelire, egy kis zappelhez, egy kis köleshez, a kompótot, vagy a saját eltett lekvárt. Tíz perc alatt megfő az a köles, vagy bármi, amire mindezt majd rá fogja tenni. Milyen jó lesz télen levenni a kész lecsót, paradicsomlevet, stb. És kifőzni mellé egy kis tésztát, vagy krumpét, vagy barnarist, és már kész is az ennivaló. Mennyivel könnyebb ezt mind télen majd elfogyasztani, és higgyék el, a nyári idő nem vett el annyi időt önöktől, mint télen menni, bevásárolni, pucolni, és stb. 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 És ha igazán belegondol, mennyi pénzt, cipegedést, munkát takarít meg majd télen, és ráadásul egészséges táplálékkal terítve el a családjának, akkor rá fog döbbenni, hogy érdemes erre időszállni. Sokan felteszik nekem a kérdést, hogy mit szoktam lefagyasztani. És én őszintén válaszolok, semmit. A régi tápanyagtárlatok könyvekben is benne van, hogy az első nap már 20 hány százalékot csökken az értéke, második nap is, és akkor mi van vele két hónap múlva? Nincs fagyasztóládám. Ha a gyümölcsöt befőzöm, akkor belefő a leve, és nem kifagy belőle de volt már a fagyasztó gyárból is betegem, nem is egy, és teljesen egyetértettek velem, hogy a fagyasztott étel nem táplálik. Könnyen főzöm a lekváraimat is, mert direkt van egy olyan nagy lábosom, ami belefér a sütőbe, és a kiturmix szólt, vagy szétnyomkodott gyümölcsöt beleteszem, és én végzem a dolgomat, és ő szépen megfő, és mikor kész, akkor már csak üvegbe kell rakni. Befőzés cukornékeli című könyvem alapján teszek el mindent. De ebben elolvashatják, hogy ecet nélkül, tartósítószer nélkül állnak meg a befőtjeim. Körülbelül 16 éve van a szalógépem is, és szoktam asszalni gyümölcsöt, ami nagyon egészséges télen. Ebben a kis könyvemből megtanulhatják például, mit tesz az ecet. Elpusztítja a vörösvértesteket a vérben, és így elősegíti a vérszegénységet. Miért káros a cukor? Azért, mert nem tápanyag, csak egy üres kalória. Eldugítja a szervezetet, csak betegséget okoz. Minél több édességet cukrot tartalmaz, egy ételünk annál könnyebben leszünk székrekedésesek. Túl terhel és véges szervezetünkben izgatja az szerveket, megtámadja az agyat. Mit tesz a mustár? bennünk, izgatja a gyomrot, a beleket és a besét. szomjúság ézetet produkál. Sokféle betegséget idéz elő, illetve gátolja, hogy betegségeinkből hamar felgyógyuljanak. Láttam a neten mustárporban beforgatott paradicsom eltevés télére egész paradicsomot. Köszönöm, nem kérem. A tartósítószerek, például a szalicilsav sokszor okozhat vézéssel együtt járó gyomorfekét, amelyet a beteg, ha nem hányt vért, szurok feketére színezett székletéről önmaga is könnyen felismerhet. Én emlékszem rá, nem egyszer-kétszer lehet látni, hogy a tévében, a konzerv dolgokban mit találtak, egérlábot, és a többit. Szeretném röviden elmondani, hogy hat évvel ezelőtt egy reggel, mikor átmentem a boltban valamiért, eszembe jutott, hogy nincs ebéd, és egész nap betegeim lesznek, és megbettem egy borsó konzervet. A kedves párom elkészítette, és mikor ebédkor megettem, 10 perc múlva rettenetesen fájt a gyomrom. És kimentem a fürdőszobába, és ittam a vizet, és szépen gyomormosást végeztem. És rövid pár napon belül mentem bérvételre, mivel vinni kellett a hévízre, ahol járunk, és a 36 helyett a ggt 441 volt. És négy napig én kezeltem magamat, és kértem a férvos a szaniba, hogy menjünk nekem vért, hogy hadd lássunk, hogy milyen eredményt értem el. És négy napi el már 181 volt, és össze újból volt a és akkor már 26 volt. Totál benne volt a tolik határban nem szedtem semmi gyógyszert, nem voltam semmi kórházba, sehol. De tudom most is, hogy a borsó volt az oka. Hogy mi volt benne, nem tudom. Nagyon sok padlizsánt teszek el télire, és most is állandóan eszük. Annak ellenére, hogy mivel én nullás vércsoportú vagyok, a nullás vércsoportonak nem szabad padlizsán tennie. Hát csak húst hússal. Én fordítva csinálom, én sok padlizsán teszek, és húst meg sose ettem. Igen. Abból van a vérünk, amit elfogyasztunk. Mit állapít meg a Leves Hazudik című könyv a házi asszonyokról? Hogy soknak nincs munkahelyese, vagy több szabad ideje van, mégis számítógépes játékokkal, mozival, a tévénézéssel töltik, a legfontosabbat, a túléléshez szükségeset, a naponta elkerülhetetlen ételeik elkészítését mérnökökre, technikusokra és kémikusokra hagyják. Kérem, ezt én kérem, nem a könyvben írt, akárki, ne tegyék ezt. Míg van most is idő, tegyék tele télére az illéskamrájukat, hogyha jön a tél, akkor csak a polcra kelljen nyúlni és elővenni az egészségesen eltett egészséges táplálékokat. Én minden szeptemberben vagy október elején teszek el egy adag vegetát, és beáztatom benne a babot, majd később 5 perc alatt behabarom, és kész van az ételem, hiszen zeller, paradicsom, paprika, fokhagyma, vöröshagyma, karfiol van benne, nyers vegeta, minden tartósítószer nélkül. Nincs benne glutamát, és nincs benne csontliszt. Gondolják át, sőt, ajánlom, vegyék meg ezt a könyvet. A keksbe halliszt lehet, már a tojáson keresztül, a csokoládéba az a különleges akármi, ami édes ízt ad neki, vagy a kakóba. A süteményekről ne is beszéljünk. Minden szervünk megköveteli a maga részét a táplálkozásnál, és egészséges vér csak egészséges táplálékból képződhet. Igen, az ízérzésünk nagyon manipulálva van, és mindig erősebbet és erősebbet akar, követel. De segítsünk visszalépni egy egészséges, helyes ízérzés világra És ezt adjuk át gyermekeinknek is úgy, hogy ne adjunk nekik műételeket. Mű Remélem, hogy sok anyukát sikerült felébresztenem. Köszönöm, hogy meghallgattak. A viszontlátásra.